Rozsegy Dániel vagyok, a Funky Forest egyik alapítója és tulajdonosa. Én pedig László Judit vagyok, a Funky Forest kereskedelmi vezetője. 2014 óta foglalkozunk fenntartható élelmiszergyártással, a társaimmal, akik között a budapesti gasztronómia nagyjai megtalálhatók, mint az A38 és a Simpla, amit vidékfejlesztési szakemberek erősítik csapatunkat. E két irány szerelem gyerekeként született meg a Funky Forest. 2019-ben avattuk fel a Nógrád megyei Széchenyben azt a gyümölcsfeldolgozó üzemünket, melyből présleveink és smoothieink kerülnek ki. Azzal, hogy a hűtőházunk 75%-ban fenntartható energiaforrásból látja el magát, ezzel a termékünkkel igyekszünk a környezeti fenntarthatósághoz is hozzájárulni. 2020 májusában kezdtük el a Funky Forest piaci bevezetését. Kezdetben a vendéglátóhelyekre fókuszáltunk, bekerültünk több mint 100 kávézóba és reggelizőbe, valamint Budapesten kisebb delikátboltokba is, és abban bízunk, hogy kiemelt minőségű és innovatív termékeinkkel több nemzetközi piaci lehetőséget is meg tudunk ragadni, és bővülni tudunk. A 70-es években az volt a felfogás, hogy az vagy, amit viselsz. Ez mára az vagy, amit eszellé változott, és emiatt gondoljuk azt, hogy a legfontosabb, hogy mit teszünk gyermekeink asztalára. Az Interspar polcain a Funky Forest termékek közül háromféle préslé lesz megtalálható, alma gyömbér, alma répa cékla, illetve alma körte uborka spenót ízesítésekben, 330 ml-es üveges kiszerelésben. Emellett pedig kettő smoothie lesz elérhető, eper áfonya, illetve mongós sütőtök gyömbér ízkombinációkban, 250 ml-es üveges kiszerelésben. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Spar Hungarikur programjának győztesei lettünk. Egy országos márkaismertséget várunk, és komoly piaci bővülést a programban való részvétel során. Nagyon erős szakmai támogatást és együttműködést kaptunk az elmúlt hónapokban a Spar Magyarországtól, és ez egy külön jó megerősítés volt a csapatunknak. Azáltal, hogy a Spar a hazai magyar vállalkozásokat támogatja, ezáltal már középtávon sokat tesz azért, hogy a hazai élelmiszerellátás stabilitását és biztonságát fenntartsa.